Tartemindult az 1200 méteres verseny, Olafnak sikerült gyengén az indítás, összességében jól együtt az egész mezőny, és a favoritok, Amarindi és Matrix már ott vannak a frontban, és akkor ők fogják majd diktálni a tempót, véletlenül erős lesz majd a verseny eleje. Az ezres táblát elhagyva Captain Angry Panther zárkozik föl mögéjük a harmadik pozícióba, jól kezdett Mezzo, kerik gyengén állt be a startgébe, és ott van The Queen is, elég jó pozícióban Vernonnal egyetemben. A vezető kettős most Captain Angry Pants és a falon versenyző Amarindi, mögöttük 3-4 hosszal következik Matrix. Matrix némileg egy picit most lemarad, nagy kérdés, hogy ez a taktika része, hogy nem tud jönni a favoritokkal, vagy nem tud menni a többiekkel. Ariel az, aki egyébként szépen zárkózik, ő az, aki most egyébként első handicapjében fut. Jön az utolsó 400 méter, és még mindig vezet Amarindi. Amarindi még mindig az élen, és most már elindul ismét Matrix, és jön Mezzo benne a falon, kezd fáradni Captain Angry Pants. A távozlopnál most már egyértelműen Matrix az, aki fölényben van. Matrix fölényben van és támad, Matrix átveszi a vezetést, és Matrixnak lesz egy újabb dobogós futásra, csak ez most már egy győzelem, a végén egy nagyon biztos győzelem. Miss Marple elindul, de ez már csak a második helyre lesz elég, a harmadik pozícióba is szép küzdelmet láttunk. A végén megérkezik a Szent Tamásiak lova, Twisted Logic, Matrix a nyerő a nap első futamában. 5-ös, 3-as, 9-es lehet a befutási sorrend, bár nagyon közel volt a végére elfáradó Amarindi is, tehát könnyen lehet, hogy célfotót írnak ki majd a harmadik helyre. Ami Matrixot illeti, valóban nagyon megbízhatóan fut, és most föltette az íre a pontot, Stojka Rudolf trenírozottja, komáromi istáló színeiben, Dickinson Judittal a nyerekben megnyerte a futamot. Hát egy nagyon-nagyon jól kipróbált, kis tudású, de ezt a kis tudását mindig hülyen adó lovat tiszteletünk Matrixban, akit most nagyon okosan jól lovagolt oda Dickinson Judit, várt vele, aztán a befutó egyenes közepén elköszönt a többiektől. Amarindi, amíg bírta, vezetett, de aztán jöttek ott bent a falon, Mezzónak volt egy nagyon-nagyon jó pillanata, Ariel is megindulni látszott, de aztán gyakorlatilag a mezőny végéről, második feléről Miss Marple lőtte be igazán a jó sebességi fokozatot, és lett egy jó 2,5 hosszal. Második aztán kívülről, nem is kell ide célfotót, Twisted Logic, aztán Amarindi, majd pedig Ariel, Mezzo és Lamer sorrendben érkeztek be a telivérek itt az első futamba. Nem volt ez rossz verseny egyáltalán. Abszolút jó versenyt láttunk, és az egyik favorit dominált méghozzá Matrix, ebben a mezőnyben a legstabilabb telivér. Úgyhogy én azt gondolom, hogy azért Matrixra rengeteg tábla, rengeteg játék kezdődött. 5-3 második beütés. 3-as, a harmadik helyre célfotó az 1-es és a 9-es között. Rendkedvér természetesen célfotó a harmadik helyre. A 3-as befutó játékban Twisted Logic-kal kezdődő játékokat láttunk. De én azt gondolom, hogy hát akik Matrixba bíztak, azok jól gondolták, hogy ebben a kis tudású mezőnyben a hűséges, megbízható Matrixot érdemes játszani. Aki kihagyás után rögtön dobogós helyel egy második helyel kezdett, legutóbb harmadik volt, és most pedig már meg tudta nyerni ezt a versenyt. Jól lovagolta a Dickinson Judit, hiszen vettek egy jó startot, mint általában, de azért a verseny középső szakaszában igyekezett egy picit megpihentetni a kanyarban, hogy aztán az utolsó 2-3-400 méteren ellenállhatatlanul galoppozzon Matrix. Pretty Prince